Húzd. Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonó bulbot. Szív és pohár, tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Balogh Rozália a Láncos Kornél Gimnázium tizedikese Vörös Marti a Vén cigány című versét szavalta el. Azért érkezett a versenyre, mert a versek nagyon sokat jelentenek számára. Mint a fiatal mondja, a versek az érzelmeire hatnak, és ezáltal tudja kifejezni őket, és így saját magát. Alsós korom óta nagyon-nagyon szeretek szavalni, rengeteg szavaló versenyen voltam, és most, hogy jött ez a lehetőség, nem akartam kihagyni semmiféleképpen. A mai alkalomra Vörös Marti Mihálytól a Vén cigányt hoztam, és Szabó T. Annától a reformkori nőket. A vers a fontos, és mi vagyunk a fontosak egymásnak. Nekem a versek több ízben mentették meg az életemet. A szó szoros és átvitt értelmében. Erre képesek a versek. Nagy Péter, a Vörös Marti Színház művésze, a középiskolás csapat egyik zsűritagja arra hívta fel a diákok figyelmét, hogy minden résztvevő nyertes, hiszen aki megtanul egy verset, az mindenképp gazdagodik. A gyerekek 3 korcsoportban mutathatták meg tehetségüket a Vörös Marti általános iskolában. Ez már egy megyei szintű verseny, tehát már az előfordulók megvoltak a saját intézményekben, és tulajdonképpen 3 kategóriában versenyezhetnek szakmai zsűri előtt, alsó tagozatosok, felső tagozatosok és a középiskolások. A szavaló verseny megyei fordulója mindig Vörös Marti Mihály december 1-i születésnapjához kapcsolódik, és több mint 3 évtizede ebben az iskolában bonyolítják le. Nagy volt az érdeklődés a verseny irányt, közel 60 diák szavalt péntek délelőtt.